Magyarországot is elérte a Kiara ciklon, fák dőltek ki, tetők rongálódtak meg, a Balaton kilépett a medréből. Európában már 5 halálos áldozata van az ítéletidőnek, 100 000-ek maradtak áram nélkül. Rendkívüli uniós ülést tartanak csütörtökön a koronavírus miatt, a járvány gyors terjedése miatt tanácskoznak. És ilyen még nem volt, nem angol nyelvű mozi kapta a legjobb filmnek járó Oscart, egy dél-koreai film az élősködők tarolt. Ez a Híradó fél nyolctól, az M1-en Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Komoly károkat okozott Magyarországon a nyugatról érkező Kiara ciklon, főleg a Dunántúlon volt ítéletidő, fák dőltek ki és tetőket rongált meg az erős szél. A tűzoltókat délutánig több mint 300-szor riasztották. A Balaton vize is megbillent, a legnagyobb kilengés 82 cm volt a keleti és a nyugati part között. A legerősebb széllökést a Kékestetőn mérték, ott 111 km/h tombolt a vihar. Az erős szél és a magas vízállás miatt kilépett a Balaton a medréből. Kagylókat és kavicsokat sodort a parti sétányra a víz. A Balaton több mint 70 km hosszú egyébként, így sekélytó lévén a meder ideális ahhoz, hogy a tó hosszanti keresztmetszetével párhuzamosan fújó délnyugati szél átolja a víztömeget ide, a keleti medencébe. Az eset egyébként nem először fordul már elő, többször mértek itt Kenesén több mint 50 cm-re magasabb vízszintet, mint ugyanabban a pillanatban, például Keszthelynél. A legnagyobb különbséget a déli órákban mérték, 82 cm a keleti és a nyugati part között, a szélsebessége pedig meghaladta a 100 km/h. Az erős hullámzás és az oldalirányú szél miatt a kompok is leálltak. Az első járatot még reggel el tudtuk indítani, azt követően olyan erős volt már a szél, és ráadásul oldalirányból kapja a szelet a kompnak az igen nagy felülete, ezért úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatást átmenetileg felfüggesztjük. Tövestül csavarta ki ezt a fát, egy másikat pedig derékba tört az erős szél Zalaegerszegen. Utóbbi a járdát is eltorlaszolta. Volt olyan hely, ahol a fa meggyengült, és ezért kivágtuk, mielőtt magától kidőlt volna. A viharos szél országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak. Délutánig több mint 300 riasztást kaptak. A legtöbb hívást Zala és Somogy megyéből. A szeles időjárás ugyanakkor szinte mindenhol okozott kisebb-nagyobb károkat. Győrben például a labdarúgó akadémia tetőszerkezetét bontotta meg a szél. A legerősebb széllökést a Kékestetőn mérték 111 km/h. Letépett tetők, kicsavart fák és leszakadt jelzőlámpa. A múlt heti viharok is jelentős károkat okoztak országszerte. Közel 10 000 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz. A mostani február kéri a korábbi évek statisztikái közül mind a kárbejelentések számát, mind pedig a biztosító társaságok által kifizetendő összegek nagyságát illetően. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője azt mondta, a társaságok arra számítanak, hogy a következő hetekben akár az 1 milliárd forintot is elérheti a kifizetések összege. Február nem szokott ennyire viharos lenni. Ez a mostani kárbejelentés nagyságrendben és összegszerűen is már hasonlítható a május-augusztusi viharszezon adataihoz, amikor szintén nagy összeggel kell készülni a társaságoknak a károkra. A viharos időjárás miatt több Budapestet érintő repülőjáratot kellett törölni. Összesen 11 induló és érkező járat párt. Ezt nem a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, hanem a célállomások környezetében tapasztalható időjárás indokolta. Országszerte gondot okoz a vihar, még ezekben a percekben is. Kecskeméten például letépett egy tetőt a szél. Kapcsolunk a helyszínre, Molnár H. Boglárkától jönnek a részletek. Köszöntöm a nézőket! Gerendákkal és csillárral együtt szakította le az orkán erejű szél a melléképület tetejét itt Kecskeméten, amely ezt követően a földekre zuhant. A katasztrófa védelem, illetve az áramszolgáltató munkatársai hamar kiértek a helyszínre, azonban a szolgáltatást nem tudták visszaállítani, mivel az egész biztosítékláda kiszakadt a helyéből. Tehát jelenleg sem a melléképületben, sem a főépületben nincsen áram. A tulajdonos itt van a helyszínen, aki elmondta, hogy egész éjjel emiatt hidegben lesz. Lehet hallani a szirénának a hangját, ez amiatt van, mivel a riasztó rendszer most akkumulátorról működik. A tulajdonos egyébként azt is elmondta,
hogy hatalmas, több millió forintos a kára. Jelenleg tehát egyáltalán nincsen teteje az épületnek, a benne lévő értékek pedig most a szabad ég alatt vannak. Bács-Kiskun megyében eddig 11 riasztást kaptak a tűzoltók, ami nem csoda, hiszen az átlag 50 km/h szél mellé 90 km/h széllökések is párosulnak, illetve párosultak. El lehet azt most mondani, hogy jelenleg szerencsére szélcsend van. Kecskeméten történtek súlyosabb esetek, a délután folyamán több fa kidőlt, az egyik helyszínen villanyvezetékre esett a nagyméretű fa, majd egy lóra, amely azonnal elpusztult. Több esetben bontotta meg a szél a tetőket, de a legsúlyosabb eset az a mostani. Mi felvettük a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel. A tűzoltók elmondták, hogy jelenleg minden vészhelyzetet elhárítottak, és folyamatosan készültségben vannak. Molnár H. Boglárkának köszönjük szépen. És folytatjuk a témát, de már a stúdióban, mert hogy itt van velünk meteorológusunk Szilágyi Eszter. Eszter, merre jár most pontosan a vihar, és mikor lesz vége? Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket. A vihar gyorsan átrobogott felettünk. Ahogy említettük már többször is, a Kiara viharciklon alakítja hazánk időjárását. Az örvény középpontja, hogy műholdképünkön is láthatjuk, a skandináv térségben helyeződik el, de maga a hidegfront hosszan egészen a mediterrán térségig lenyúlik. Ez a délután folyamán átrobogott felettünk, már a déli ország határnál jár, és nyomában nagy területen az országban már jelentősen mérséklődött a légmozgás, de ezekben a percekben is még többfelé, főként a Dunántúl északi tájain, valamint az Alföld középső és délkeleti részein viharos 70 km/h megközelítő vagy azt meghaladó széllökések vannak. A késő esti órákban azonban ezeken a területeken is mérséklődik a légmozgás, de mindez csak átmeneti jelleggel teszi, ugyanis holnap a reggeli óráktól ismételten egyre többfelé feltámad a szél, és délelőtt főként már a Szombathely, Kecskemét, Nagyvárad képzeletbeli vonaltól északra viharos 60 km/h meghaladó széllökésekre készülhetünk. Ennél erősebb, erősen viharos, tehát 90 km/h meghaladó széllökésekre elsősorban a magasabb hegyvidéki környezetben számíthatunk, de késő délutántól holnap már mindenütt mérséklődik a légmozgás, és a viharos szélnek egészen péntekig búcsút inthetünk. Részletekkel jövök a híradó után. Várunk vissza, Eszter, köszönjük szépen. Európa északi, nyugati feléből érkezett tehát hozzánk a Kiara ciklon, a vihar pedig Európa szerte hatalmas pusztítást hagyott maga után. Öten meghaltak, sokan megsérültek volt, ahol 170 km/h széllökéseket is mértek. Repülőjáratok tucatjai törölték, máshol a vonatok sem közlekednek. Fák dőltek ki, leszakadtak a villanyvezetékek, százezrek maradtak áram nélkül. A helyenként 145 kilométeres széllökések több repülőgépet is veszélybe sodortak az Egyesült Királyságban. Ennek a Birminghambe tartó járatnak a pilótája sem tudta elsőre letenni a gépet. A futómű épp hogy elérte a talajt, miközben a gép jobbra-balra billegett. Végül sikerült a landolás. Ilyetten markolták ülései karfáját az utasok ezen a gépen is, amelyet Jáci könnyedséggel dobált a szélvihar leszállás közben. A pilóta a második sikertelen kísérlet után London helyett végül Frankfurtban szállt le. Egy New Yorkból Londonban tartó járat utasainak azonban nem a félelem miatt volt emlékezetes az utazás. Ők részesei lehettek egy új rekordnak. Gépük 80 perccel gyorsabban szelte át az Atlanti óceánt, mint ami a menetrendben szerepel. Az egyik utas elmondása szerint a korai érkezésnek csak az volt a hátulütője, hogy senki sem várta őt a reptéren. Az orkán erejű szelet hozó Kiara Franciaországot is letarolta. Lorán városában letépte egy iskola tetejét. Senki sem sérült meg, de hétfőn szünetelt a tanítás. Lille-ben pedig egy szálloda burkolatát bontotta meg a szél. A nagyobb bádog darabok a földre zuhantak. A hatóságok lezárták a környéket. Kidőlt fák és felborult kamionok nehezítették a közlekedést a francia utakon. Németországban is komoly károkat okozott az óránkénti 170 kilométeres sebességű szélvihar. Frankfurtban egy építési daru dőlt a Szent Bertalan dom tetőszerkezetére. A város polgármesterét sokkolta a látvány. A daru széthasította a történelmi épület tetejét. Ez az egyik legjelentősebb műemlék Frankfurtban, mondta a polgármester. Németországban a Sabine névre keresztelt szélvihar az egész országon végigvonult. Magyarországban és Baden-Württembergben a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el. A Sabine kidőlt fákat, megrongált épületeket hagyott maga után. Leszaggatta a villanyvezetékeket, több mint 50 ezer háztartásban szünetel a szolgáltatás. Számos tartományban akadozik a közlekedés, Münchenben több száz járatot töröltek. A német vasútársaság pedig leállította a távolsági vonatokat.
Számunkra a biztonság az első. Igyekeztünk elkerülni, hogy az utasok a nyílt pályán ragadjanak. Ez eddig sikerült, mondta a szóvivő. Többen megsérültek, amikor Saarbrückenben két emberre rádőlt egy fa. Egyikük állapota válságos. Az Európát végigszelő ciklon eddig legkevesebb 5 áldozatot követelt. Rendkívüli ülést tartanak csütörtökön az uniós egészségügyi miniszterek a koronavírus terjedése miatt. Úgy vélik, a járvány komoly veszélyt jelent, ezért szeretnék összehangolni a tagállamok felkészülését. Közben Kínában ismét rekordot döntött a vírus, egyetlen nap alatt 97 ember halt bele a betegségbe. Az egyetlen pozitív jel, hogy a naponta megfertőződöttek száma csökkenni kezdett. Teljes kapacitással működik a Fülke kórháznak hívott könnyű szerkezetes épület Wuhanban, amit alig több mint egy hét alatt húztak fel február elején. Katonaorvosok állnak a kapuban talpig védőfelszerelésben. Ha valaki a megbetegedés tüneteivel jelentkezik, azt először a kórház előtt álló sátrakban megvizsgálják, és csak akkor engedik be a kórházba, ha valóban koronavírussal fertőzött. Közben a kórház előtt tisztasági csomagot állítanak össze egy lavorban azoknak, akikről kiderül, hogy betegek és kórházi kezelésre szorulnak. Csak hétfőn több mint 3000 új fertőzött jelent meg Kínában, a többségük itt Wuhanban és környékén. Jelenleg 2 mobil kórház működik, valamint egy sportcsarnokot és egy kiállító csarnokot alakítottak át. Így összesen 3800 ágyon tudnak fertőzötteket ápolni. Sokkolt, mikor megtudtam a diagnózist, megrémültem és egész éjszaka sírtam. Aztán ide kerültem a sorstársaim közé. Gondunkat viselik, biztonságban érzem magam, és azt hiszem, hogy túl fogjuk élni, mondja az egyik ideiglenes kórházban ápolt beteg. Azok az orvosok, akik a legfertőzőbb betegeket ápolják, megpróbálják teljesen kizárni, hogy kapcsolatba kerüljenek a vírussal. Egy orvos éppen azt mutatja, hogy 3 kesztyűt visel egymáson. Egy nővér pedig arra panaszkodik, hogy a folyamatos maszkviselés miatt kisebesedett az arca, így kénytelen a maszk alatt kötést viselni. Kinyílt Pandora szelencéje, és kiszabadult a tragédia, a félelem és a betegség. De egy dolog megmaradt nekünk, és ez a remény. Amíg van remény, addig túljutunk ezen, mondja szokatlan drámaisággal egy orvos. Egyetlen adat ad okot a reménykedésre, és ez az új megbetegedések csökkenő száma. Míg egy héttel ezelőtt minden nap 5000 új beteget regisztráltak, mostanra ez a szám 3000-re csökkent. Vagyis továbbra is rohamosan nő az új fertőzöttek száma, csak némileg csökken a növekedés üteme. És bizakodásra ad okot az is, hogy vannak, akik kigyógyultak a fertőzésből. Csak vasárnap 632 beteget engedtek haza gyógyultan a wuhani mobilkórházból. A járvány elleni küzdelmet segítheti az is, hogy Kína végül elfogadta az egészségügyi világszervezet segítségét, így a hírek szerint a WHO szakemberei már ma megérkeztek Kínába. A járvány kitörése óta 40 ezeren fertőzöttek meg, közülük 3500-an már meggyógyultak, viszont majdnem ezren belehaltak a betegségbe, ráadásul vasárnap egyetlen nap alatt 97-en, ami újabb rekord. Közben sokat romlott a helyzet a japán partoknál veszteglő óceánjárón. Hétfőn egyetlen nap alatt újabb 60 utas betegedett meg a Diamond Princess fedélzetén. Ezzel 130-ra nőtt a koronavírusos megbetegedések száma a luxus óceánjárón. A fertőzötteket a japán hatóságok evakuálják és a közeli kórházakba viszik. A Diamond Princess fedélzetén 3700 emberrel, köztük 3 magyarral, február 5-én zárták karanténba, miután kiderült, hogy egy fertőzött férfi utazott a hajón. A fertőzöttek száma a karantén elrendelése után megszázszorozódott. Ez a brit férfi folyamatosan tudósít a vesztegzárról. Elmesélte, hogy csak rövid időre hagyhatják el a kabinjukat. Ez azokra is érvényes, akiknek ablaktalan a szállásuk. Az ágyneműket nem cseréli a személyzet, ők pedig várják, hogy 19-én feloldják a karantént. A koronavírus járvány gazdasági hatását egyelőre még megjósolni sem lehet. Hétfőn 2 nem Kínában működő autógyár jelentette be, hogy kénytelen csökkenteni a kapacitását. A Hyundai bár Koreában termel, de a Kínából érkező alkatrészek akadozása miatt állította le egyik modelljének gyártását, és hasonló okok miatt erre kényszerült a japán Nissan is. Továbbra sem tudni arról, hogy a világban bárhol elkapta volna magyar állampolgár a koronavírust, ezt írta Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Mentszer Tamás úgy fogalmazott, Kínában a konzuli regisztráció alapján jelenleg 188 magyarról tudnak, a pekingi magyar nagykövetség kapcsolatban van velük, mindannyian jól vannak.
Itthon közben tovább tombol az influenza járvány. Egyetlen hét alatt 30 ezeren mentek orvoshoz a betegségre utaló tünetekkel, ez csak nem a duplája a múlt heti adatnak. Több kórházban látogatási tilalmat rendeltek el, és sok helyen kiemelten figyelnek a fertőtlenítésre. A rendszeres, alapos kézmosás is segíthet a megelőzésben. Ameddig a gyerekek aludtak, addig a játékokat fertőtlenítették ebben a Békés Csabai bölcsödében. A műanyag karikákat és a többi játékot is minden nap megmossák. Itt a golyóban fogják. Az ajtókat, kilincseket és a pelenkázót is gyakran fertőtlenítik. A rendszeres tisztítás mellett a gyerekeket is megtanítják a tisztasági szabályokra. Így előzik meg az influenza terjedését. Igyekszünk a zsebkendő használatára tanítani a kisgyermeket, illetve használni vele együtt, kérni, hogy fújja az órát. A mosdó használat után, étkezés után a gyakori kézmosás, illetve a hozzárendelt kézmosás végzik a gyermekek, illetve a környezetüket is próbáljuk ilyen időszakokban fokozottabban fertőtleníteni. A szőnyegeket, a bútorokat és a csapokat takarítják, illetve fertőtlenítik egy debreceni szállodában. A hotelben wellness részleg is van, ezért egész évben kiemelt figyelmet fordítanak a tisztaság mellett a higiéniára is. Ez a szokásos évelei nagy takarítás viszont az influenza terjedése miatt most jóval szigorúbb szabályokat alkalmaznak. Az élelmiszer higiéniára nagyon odafigyelünk, minden dolgozói területen kézfertőtlenítő, papírtörlő használatos, és hát folyamatosak a napi, heti vagy a rendszeres fertőtlenítő eljárások. Ez pedig már Esztergom, ahol alig volt szabad hely ebben a rendelőben délelőtt. A legtöbb gyermek torokfájással, lázzal és köhögéssel fordult orvoshoz. Papes Krisztina kislánya már a járvány elején megkapta a védőoltást. A kötelező védőoltásokat beadattuk a gyerkőcöknek, mi nem oltatjuk magunkat, de most elkezdtük januártól az óvodát, és ezek után gondolkodom rajta, hogy az influenza elleni oltást is mindenki kapja meg a családban. Komárom-Esztergom megyében is egyre több az influenzás megbetegedés. Január közepéhez viszonyítva megduplázódott a betegek száma. Itt helyben úgy látom, hogy a tavalyihoz képest intenzívebben indult el, de nagyon sok egyéb tünettel is jönnek a gyerekek. Ez a meleg, nedves időjárás nem kedvez a gyermekeknek, és viszont kedvez a vírusoknak, baktériumoknak. Hétről hétre egyre több az influenzás beteg Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi adatai szerint egy hét alatt 30 ezer fő, azaz az előző hetinél 72%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A járvány leginkább Pest és Győr-Moson-Sopron megyét, illetve Budapestet érinti. A legkevesebben pedig Csongrád, Somogy és Hajdú-Bihar megyében mentek orvoshoz influenzás tünetekkel. A járvány terjedése miatt országszerte már 47 kórházban rendeltek el látogatási tilalmat. A János kórházban január vége óta nem engedik be a látogatókat, egyebek mellett a szülészetnőgyógyászat, az újszülött és a koraszülött osztályokra. A látogatási tilalom él, ez mivel gyerek és csecsemő osztályokat érint, speciális olyan szempontból, hogy az a szülő, aki tartósan ápolja a csecsemőt, ő bent lehet a csecsemőjénél folyamatosan, illetve például apás szülésnél is, amennyiben tünetmentes az apa, bent lehet a szülésnél. A tilalmat az intézmények rendelik el, és visszavonásig van érvényben. Az eddigi adatok alapján az influenza járvány leginkább a kisgyermekeket és a fiatal felnőtteket, legkevésbé pedig a 60 év felettieket érinti. A Magyarország és Németország közötti jó gazdasági kapcsolat is bizonyítja, hogy Európát egyben lehet tartani, és a biztonságát, valamint a versenyképességét is lehet növelni. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben az Angela Merkellel folytatott egyeztetés előtt. A német kancellár méltatta a magyar gazdasági eredményeket, és úgy fogalmazott, nagyon szoros összefonódás van a két ország között. Katonai tiszteletadás mellett fogadták Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar delegációt Berlinben. A kormányfő hétfő délután Angela Merkel német kancellárral egyeztetett. Németországnak figyelembe kell venni az uniós forrásokat igénylő tagállamok gondjait. Erről a német kancellár beszélt az egyeztetés előtt az újságíróknak. Angela Merkel azt mondta, Magyarországnak és Németországnak tárgyalnia kell az unió következő 7 éves költségvetésével kapcsolatban kialakított álláspontjáról, mert bár eltérő helyzetben vannak, a két ország gazdasága szorosan összekapcsolódott. A magyar gazdaság fejlődése nagyon pozitív, ami az EU-nak is köszönhető, de
Magyarország érdeme, hogy okosan fektette be a forrásokat és hatékony gazdaságpolitikát alkalmazott. Nehéz helyzetből eljutott oda, hogy ma már nem a munkanélküliséggel kell küszködnie, hanem a betöltendő állásokra kell szakképzett munkaerőt találni. Nagyon szoros összefonódás van a gazdaságaink között, amit figyelembe kell venni, fogalmazott Angela Merkel. Ez a pozitív agenda, amit a kancellárasszony javasolt nekünk, az európai léptékben is következményekkel jár. Orbán Viktor miniszterelnök azt hangsúlyozta, az elmúlt években csúcsot döntött a magyar-német kereskedelmi forgalom. A két ország közötti jó gazdasági kapcsolat pedig bizonyítja, hogy Európát egyben lehet tartani. Mint mondta, a legfontosabb kérdés Brüsszelben is az, hogy az Európai Unió hogyan nyerheti vissza a versenyképességét. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az Unió következő költségvetését minden tagállam számára kedvezően alakítsák ki. Máshonnan indulunk, más a német nézőpont és más a magyar nézőpont, de vagyunk néhányan, nem sokan, talán hárman vagy négyen a mostani vezetők közül, aki nem az első költségvetését fogja megcsinálni, hanem már 7 évvel ezelőtt is részt vett a költségvetés elkészítésében, tudjuk, hogy kell ezt csinálni, és bár messziről indulunk és máshonnan nézzük a kérdést, biztos vagyok benne, hogy a végén találunk olyan megállapodási lehetőséget, amely mindenkinek jó lesz majd. A magyar miniszterelnök és a német kancellár az uniós költségvetésen kívül a bővítés politikáról, a bevándorlásról, valamint védelmi és innovációs kérdésekről is egyeztetett. Komoly változás jöhet a német belpolitikában, lemondott ugyanis a CDU elnöke és bejelentette, hogy nem indul a párt kancellárjelöltjeként sem a jövő évi szövetségi parlamenti választáson. Annegret Kramp-Karrenbauer addig marad, amíg nem találják meg az utódját, és védelmi miniszteri székét is megtartja. A politikus alig másfél éve vette át a CDU vezetését, de mindez nem erősítette meg a pártot. A kancellár sajnálattal fogadta a bejelentést. Újságírók csoportja várakozott a CDU berlini székháza előtt hétfő délelőtt. A megszokottnál élénkebb érdeklődés nem pusztán a párt elnökségi ülésének szólt, hanem annak, hogy nem sokkal korábban híre ment, a Kereszténydemokrata Unió elnöke bejelentette a távozását a párt vezetőségi fórumán. Annegret Kramp-Karrenbauer nem sokkal később személyesen is megerősítette a sajtónak a híreket. A pártelnök kijelentette, nem jelölteti magát a kancellári tisztségre. Nézeteim szerint a pártelnöki és a kancellár jelölti pozíció egy kézben kell legyen, ezért addig maradok a párt élén, amíg nem születik döntés arról, ki induljon a kancellári posztért, jelentette ki a CDU vezetője. Annegret Kramp-Karrenbauer ugyanakkor a berlini kabinetben megtartja a védelmi miniszteri tárcát. A CDU elnökének távozása azzal a botránnyal van összefüggésben, amely a türingiai tartományi kormányfő megválasztása miatt robbant ki. A liberális Thomas Kemmerich a múlt héten a CDU helyi képviselői mellett a bevándorlás ellenes alternatíva Németországnak párt szavazataival nyert el a posztot. Az AfD-t azonban milliós támogatottsága ellenére mostoha gyermekként kezelik a hagyományos német pártok, nem működnek együtt vele. Ezért a türingiai szavazást egyfajta politikai hisztéria követte. Angela Merkel például megbocsáthatatlannak nevezte az esetet. Az óriási nyomás hatására Thomas Kemmerich egyetlen nap után lemondott posztjáról. Sajnálkozásának adott hangot Annegret Kramp-Karrenbauer távozása miatt a német kancellár is. Angela Merkel erről Orbán Viktorral tartott sajtótájékoztatóján beszélt. A mai döntést a legnagyobb tisztelettel tudomásul vettem, de nagyon sajnálom. Annegret Kramp-Karrenbauer pártelnökként nagy dolgokat kezdeményezett. Elsőként a CDU-CSU együttműködés rendezését említhetném, ahol voltak gondjaink, de ugyanilyen fontos a párt új programjának alkotó folyamata is, mondta Angela Merkel. A kancellár sajnálkozása nem meglepő, Angela Merkel ugyanis saját lehetséges utódját látta a tartományi szinten sikeres politikusban. A Saarvidék első női kormányfőjeként duplázni is képes, Kramp-Karrenbauer a kancellár hívására indult a CDU vezetői székéért, amit el is nyert 2018. decemberében. Tavaly nyáron Merkel őt választotta védelmi miniszternek az Európai Bizottság élére távozó Ursula von der Leyen helyére. Így biztosítottnak látszott, hogy a megfelelő kormányzati tapasztalatot is megszerzi, mire 2021-ben Angela Merkel helyébe léphet.
Csak hogy az elismerő szavak dacára Annegret Kramp-Karrenbauer kudarcot vallott a CDU elnökeként. Nem sikerült megerősíteni a pártot. 2019-ben minden tartományi választáson jelentősen gyengültek a kereszténydemokraták. A párt egységét sem tudta helyreállítani, aminek ékes bizonyítéka a türingiai képviselők nyílt szembefordulása a berlini központtal. Az egyelőre kérdés, ki követheti a német sajtóban csak AKK néven emlegetett elnöknőt a poszton. Szinte bizonyos, hogy komoly változás következik be a merkeli politikai irányhoz képest. Az egyik legvalószínűbbnek tartott jelölt, Friedrich Merz, a párt korábbi frakcióvezetője például korábban az alkotmány módosítását is javasolta a bevándorlás politika szigorítása érdekében. Megkezdődött az úgynevezett tranzitzóna per Magyarországgal szemben. Az eljárást még az Európai Bizottság kezdeményezte, szerintük a magyar menekültügyi törvény miatt, ugyanis sérülnek a migránsok alapvető jogai. A századvég alapítvány arra figyelmeztet, hogy a Soros György által támogatott Magyar Helsinki Bizottság félrevezető információkat közöl a tranzitzónákról. Vasúti kocsival és szöges dróttal zárták le a magyar hatóságok 2015. szeptember 14-én a Szabadka és Kelebia közti határszakaszt. Ez a vasútvonal volt az, ahol a legtöbb migráns heteken keresztül ellenőrizhetetlenül özönlött be Magyarországra Szerbia felől. A zöld határ lezárásával egyidejűleg életbe lépett a három elemből álló határzár is. A műszaki és élőerős védelem mellett szigorították az illegális bevándorlással kapcsolatos törvényeket, valamint kijelölték a tranzitzónákat is. Halász János, a Fidesz frakció szóvivője akkor azt mondta, a kijelölt állomások Szerbia felé nyitottak, aki akar, azaz eljárás közben is elhagyhatja azt. A lényege a javaslatnak az, hogy a migráns, hogyha idejön Magyarországra és valahogy bejut, akkor is a tranzitzónában, a határon, egy Szerbia felé nyílt tranzitzónában kell megvárnia a menekültügyi kérelmének az elbírálását. Pintér Sándor belügyminiszter akkor a tompai határon járva hangsúlyozta, uniós elvárás a schengeni külső határvédelme. Európai Uniónak van egy elvárása a tagországok felé, a schengeni külső határ védelme érdekében milyen erőfeszítéseket tegyenek. Ez a schengeni szabály előírja, hogy az unió területére a zöld határon senki nem léphet át, zöld határon meg kell akadályozni az áthaladást. Valaki, aki idegen. Az ellenzék mégis drákói szigort emlegetett. A liberális Bőszanett egy röszkei látogatás alkalmával azt állította, még a börtönökben is humánusabban bánnak a hatóságok a rabokkal, mint ahogy a menekültekkel teszik a határon. De több Soros György által pénzelt szervezet is azzal vádolta Magyarországot, hogy a hatóságok bántalmazzák a menedékkérőket, illetve szándékos éheztetéssel próbálják rákényszeríteni őket arra, hogy visszaforduljanak Szerbia felé. Egyikük volt a Magyar Helsinki Bizottság, amely két bangladesi bevándorlót felkarolva a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, hogy kimondassa, a tranzitzóna fogvatartást jelent, Szerbia pedig nem biztonságos ország. A bírói fórum első fokon 2,7 millió forintot ítélt meg a bangladesieknek, de mindketten eltűntek a hatóságok szeme elől. Ebből is látszik, hogy az a vád, ugye, amiről maga a döntés is szól, hogy ezek fogva tartottak lettek volna, ez nem igaz, hiszen akkor nem tudtak volna ellenőrzés nélkül távozni. Szerbia felé nyitva van a tranzitzóna. Völner Pál, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára jelezte, megfellebbezik a döntést. Mr. Ilyas Ilyas and Mr. Ali Ahmed. Az Emberi Jogok Európai Bírósága másodfokon hiába szólította a két bangladesi felperest, azok nem jelentek meg a tárgyalóteremben. They have come to this court to find justice. Azért jöttek a bírósághoz, hogy igazságot találjanak, magyarázkodott helyettük a Magyar Helsinki Bizottság jogásza. A bírói fórum nagy tanácsát azonban nem hatották meg az érvek, és a magyar államnak igazat adva világosan kimondta, a tranzitzónában való tartózkodás nem számít jogellenes fogvatartásnak. Az Európai Bizottság mindezek ellenére kötelezettségszegési eljárást folytat Magyarországgal szemben. Az Unió legfelsőbb igazságszolgáltatási szerve, az Európai Bíróság pedig hétfőn kezdte tárgyalni a magyar tranzitzónák ügyét. 18/18/18 Bizottság kontra Magyarország. Magyarország csak reagált a megnövekedett migrációs nyomásra a jogszabályok megváltoztatásával, így kommentálta a hazánkat képviselő ügyvéd a brüsszeli kifogásokat.
A bíróság sajtóreferense pedig azt mondta, nem ez az egyetlen ügy, ami Magyarországgal szemben folyik az Európai Bíróságon. A legismertebb a kvótaügy, illetve a stopsoros néven ismerté vált kötelezettségszegési eljárás. Ezekkel párhuzamosan pedig úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárások is futnak, amelyeket nemzeti bírók, magyar bírók indítottak, ugyanezekben a témákban, tehát gyakorlatilag a stopsoros jogszabálycsomaggal és a tranzitzónákkal kapcsolatban. Lehóczki Balázs azt mondta, a tranzitzóna perben legkorábban a nyári szünet előtt születhet ítélet. Nem adtak egyértelmű választ a baloldali pártok arra, hogy elfogadják-e a Gyurcsány Ferenc által vasárnap felvázolt koalíciót. A szocialisták szerint az ötlet jó, de még sok feladatot kell elvégezniük. Az LMP frakció vezetője azonban arról beszélt, nem térhet vissza a 2010 előtti kormányzás. Elemzők szerint viszont, hogyha a DK-nak sikerül szövetségbe olvasztani a baloldalt, egyértelmű lesz, hogy Gyurcsány Ferenc vezeti majd az együttműködést. Van itt egy nagyon egyszerű igazság. Vagy együtt győzünk, vagy sehogy. Egyértelműen fogalmazott vasárnap Gyurcsány Ferenc arról, hogy szerinte a baloldali pártoknak egymás nélkül nem megy a politizálás. Legalábbis elméletben, a gyakorlat viszont Gyurcsány Ferenc szerint sem ilyen egyszerű. A pártok ugyanis, ahogy fogalmazott, nem bírják egymás szagát. Nem kéne megmondani a választóknak, hogy a végén együtt fogunk kormányozni? És tudják... A közös koalíciós kormányzás egymásért viselt felelőssége messze több, mint az, hogy egy vagy két vagy három listán vagyunk. Ez a helyzet. Mert hogy még brutálisabban fogalmazzak, akik nem bírják egymás szagát kampányban, azok hogyan fogják bírni egymás szagát kormányon? Itt mindenkinek áldozatokat kell hozni, még azoknak is, akik adott esetben a legnagyobb támogatottsággal rendelkeznek. Gyurcsány Ferenc kijelentéseire nem is reagáltak a baloldali pártok. Hétfőn a szocialisták is csak az újságírók kérdésére mondtak annyit, hogy bár a koalíció gondolatával egyetértenek, az együttműködésnek biztosan ára lesz. Kunhalmi Ágnes ugyanakkor az M1 kérdésére bizakodó választ adott. Azt mondta, úgy látja, a pártok képesek lesznek áldozatot hozni. Én azt hiszem, hogy elzárkózni senki sem zárkózott el az ön szavaival élve, sőt a pártok a nyitottságukat fejezték ki, úgy fogalmaztak a többi párt is, hogy nem zárkózunk el, de addig még nagyon sok mindent el kell végeznie a pártoknak, és ez így is van. Én semmiképpen nem tartom jó ötletnek. Csak hogy a zöldek, vagy ahogy eddig hívták őket, az LMP frakció vezetője például már hétfőn szintén az újságíró kérdésére leszögezte, ha részt is vennének egy ilyen felállásban, csak úgy, ha a pártok mérsékletet mutatnának, és garantálnák, hogy a 2010 előtti kormányzás nem térhet vissza. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan körülményeket alakítsunk ki a magyar politikában, aminek a végén garantálni tudjuk azt, hogy 2022-ben nem csak a fontos változás történik, hanem a fontos kormányváltás történik meg, az nyilván egyértelmű, hogy annak meg kell történni, de arra is garanciákat kell tudnunk lefektetni, hogy ezzel együtt nem térhetünk vissza a 2010 előtti időszakra. A demokratikus koalícióba szeretné beleszervezni az egész baloldalt. Elemzők szerint viszont a koalícióval ez elkerülhetetlen lenne. Most egy demokratikus pártoknak a koalícióját szeretné megszervezni, az összes baloldali pártot egy egységbe, és ezzel a pártszövetséggel, ezzel a balliberális pártszövetséggel neki indulni a Fidesz ellenében. Ha pedig ez a demokratikus koalíciója a baloldali pártoknak, akkor nem nagy kérdés, hogy ki fogja vezetni. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport igazgatója az M1-en hangsúlyozta, ha a Gyurcsány Ferencnek sikerül pártszövetségbe szerveznie a baloldalt, egyértelmű lesz, hogy ő irányít majd. Már csak azért is, mert a többi pártnak még stratégiája sincs. Az MSZP a Nemzeti Alaptanterv visszavonását kéri, ezzel kapcsolatban már be is nyújtottak egy javaslatot. A szocialisták szerint ugyanis az új NAT nem szolgálja a magyar fiatalok érdekeit, az nyíltan ideológiai átnevelésre íródott. Kunhalmi Ágnes úgy fogalmazott, az új szabályozás tanár és gyermekellenes, mert megtanulhatatlan és megtaníthatatlan mennyiségű lexikális anyagot tartalmaz. Mi úgy gondoljuk, MSZP-sek, hogy a tartalmi szabályozásban semmilyen módon nem szabad, hogy a politika beleszóljon, és ne a politika határozza meg, és mondja azt meg, hogy milyen írókat, költőket, vagy akár milyen szemléletet kell az iskolában tanítani. Ezt a mindenkori szakmára és a pedagógusokra kell bízni.
A Fidesz mindenre úgy reagált, hogy a szocialistáknak biztosan jobban tetszene egy Gyurcsányféle nemzetellenes és liberális nemzeti alaptanterv soros nyílt társadalom eszméivel, amelyekben a diákok se nemzeti, se nemi identitást nem kapnak. Az LMP szerint béremelésre lenne szükség a felsőoktatásban. A baloldali párt frakcióvezetője azt mondta, már többször nyújtottak be törvényjavaslatot, de eddig nem jártak sikerrel. Keresztes László Lóránt úgy fogalmazott, az LMP világos garanciákat szeretne nyújtani az ágazatban dolgozóknak, kiemelten a vidéki intézmények esetében. A DK arra szólította fel az érintetteket, hozzák nyilvánosságra a mátrai erőmű vételárát és a vásárlás részleteit. A párt azt is kéri, hogy vizsgálják ki a környezetszennyezés mértékét és a vizsgálat eredményeit hozzák nyilvánosságra. Az európai magyaroknak joguk van tudni a közpénzből lebonyolított ügylet részleteit, a vételárat és a környezetszennyezés mértékét. Magyarország élen jár az atomlétesítmények védelme terén, és ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél is elismerik. Ezt Szijjártó Péter mondta Bécsben egy nemzetközi konferencián. A miniszter hangsúlyozta, Magyarország az atomenergiának és a megújuló energiaforrásoknak köszönhetően fogja elérni a nemzeti és az európai klímacélokat. Az most már bebizonyosodott, hogy a nukleáris energia használata nélkül a klímacélok elérése gyakorlatilag lehetetlen. Magyarország élen jár ebben a kérdésben, hiszen Magyarországon most éppen készítjük elő újabb atomerőművi blokkoknak az építését, amelyekkel biztosítjuk azt, hogy Magyarország energiaellátása hosszú távon biztonságos lesz, és biztosítjuk azt is, hogy a rezsicsökkentés vívmányait meg tudjuk védeni. Ismét segíti a kormány a magyar kis- és középvállalkozásokat. Mától 2,5 milliárd forintra pályázhatnak azok a cégek, amelyek például energetikai hatékonyságukat szeretnék növelni, vagy modernizálnák a gépeiket. Akár 400 millió forintot is nyerhetnek a pályázók. Visszapillantó tükrök készülnek ebben a soproni gyárban. A gyártósor szinte teljesen automatizált. A fejlesztésre és egy új 1000 négyzetméteres üzemcsarnok megépítésére az irinyi terv keretében nyertek mintegy 200 millió forintot. Ez a beruházás csaknem felét fedezte, így a családi vállalkozás forgalma 30%-kal nőtt, és megőrizte a versenyképességet a külföldi nagyvállalatokkal szemben. Képessé váltunk a nagy autógyáraknak első beszállításra, és hogy új piacokat tudtunk szerezni, hogy már olyan minőségbiztosítással, olyan gépekkel rendelkeztünk, ami az autógyáraknak megfelel. Az irinyi terv 2016-ban indult. Célja, hogy olyan magyar kis- és középvállalkozások kapjanak állami támogatást, amelyek magas hozzáadott értékű, a világpiacon is versenyképes termékeket tudnak fejleszteni. Ez ugye vagy azt eredményezi, hogy nőnek a kapacitásai, jobb terméket tud előállítani, vagy pedig csökkennek a költségei, tehát ezáltal versenyképesebbé válhatnak. Ez makroszinten például az export növelését, és ezen kívül a GDP, ezen keresztül a GDP növekedését eredményezheti. Hétfőtől további 2,5 milliárd forintos keretösszegből lehet pályázni a visszanemtérítendő támogatásokra. Idén azonban már csak digitális formában lehet benyújtani a kérelmeket. Az elnyerhető maximum támogatás 400 millió forint. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az M1-en elmondta, hogy az új feltételekkel több kis- és középvállalkozás nyerhet el támogatást idén. Sokkal több olyan beruházást tudunk támogatni, amely zöld és high-tech, és a jövőt jelenti a magyar gazdaság számára, és amelynek hatására ezeknél a vállalkozásoknál a termelékenység, az egyfőre jutó bér és profit az átlagban legalább 30%-kal növekszik, és az adófizetők szempontjából is jónak számít ez a pályázati konstrukció, mert egy adóforint, amit támogatásra szánunk, az 5 év alatt 4 adóforintot fial. A pályázatok beadási határideje március eleje. Az internet tudatos használatára hívják fel a figyelmet világszerte holnap a biztonságos internet napján. A világháló ugyanis sok előnye mellett rengeteg veszélyt is tartogat magában, a hamis hírektől egészen a zaklatásig. Itthon egyre gyakoribbak az ilyen bűncselekmények, sokan viszont még mindig nincsenek tisztában ezekkel. Interneteztek az ötödikesek a hétfői informatika órán ebben a Békés Csabai iskolában. Arról tanultak, hogyan tudják biztonságosan használni a világhálót, és miért fontos az adatok védelme. Nem mondjuk el például ismeretleneknek az e-mail címünket, jelszavunkat, mert feltörhetik.
A diákok többsége minden nap használja az internetet, videót néznek, játszanak és egymással beszélgetnek. Előfordult már, hogy nem voltak eléggé elővigyázatosak. Egyszer nagyon sokat YouTube-oztam, és akkor hát nem néztem ki a netekből, azokból a videókból, hogy bármi bajt is okozhatnak, és akkor hát egy rakatnyi vírus volt a gépemben, és az egészet újra kellett telepíteni. Ilyen fiókok, meg minden, tehát így elveszett az egész. És mostanában inkább így visszafogottan nézek videókat. Számítógépes vírusok, manipulált videók és internetes zaklatás, ezekkel találkoznak a leggyakrabban a gyerekek a világhálón. De nem csak ők vannak veszélyben, az adathalászok bárkit könnyen megtévesztenek. Minden esetben győződjünk meg arról, hogy pontosan milyen eszközt vásárolunk. Ha lehet, akkor ezeket az alkalmazásokat eltérő eszközön használjuk, mint ahol például az online banki tevékenységünket használjuk. Magyarországon az utóbbi években megsokszorozódott az internetes bűncselekmények száma. A rendőrség azt tanácsolja, hogy a számítógépek, okostelefonok mellett személyes adatainkat is védjük. Megosztják magukról a felhasználók, hogy éppen aktuálisan hol tartózkodnak, hogy hova fognak menni, rendszeresen merre fordulnak elő, mondjuk egy sportolási tevékenység körében, és ez mind-mind kockázati, biztonsági kockázatot jelent a számukra. Több mint 150 országban hívják fel a figyelmet a világháló veszélyeire kedden a Biztonságos Internet napján. Itthon interaktív előadásokat és foglalkozásokat tartanak. Ma már nem csak azt kell tényként kezelni, hogy az internet szerves része az életünknek, hanem azt is, hogy minden percünkben jelen van és meghatározza a tetteinket. Ahogy a hasznos információk, a közérdekű hírek megállíthatatlanul betörnek a mindennapjainkba, úgy van ez az álhírekkel, a hamis információkkal és a káros tartalmakkal is. A legutóbb a koronavírus kapcsán árasztották el álhírek az internetet, a magyar hatóságok rajta is ütöttek egy társaságon, akik riadalmat keltő téves információkat tettek közzé a világhálón. A Nemzeti Nyomozóiroda közveszélye fenyegetés miatt indított eljárást. Biztonságosabbá vált a gyógyszerellátás az egyedi azonosítók és a zárt dobozok bevezetésével, ezt mondják a gyógyszerágazatban dolgozók. Az uniós rendelkezést alig egy éve vezették be, de itthon kiemelkedően jól működik. Hetente több millió ellenőrzést végeznek a gyógyszertárakban, így biztos, hogy nem kerül hamis vagy veszélyes gyógyszer a betegekhez. Ezt illegális úton hozzák be Magyarországra, és így Magyarországon nem engedélyezett gyógyszernek minősül. Egy egész teherautónyi mennyiséget foglalt le a rendőrség nemrég ebből az indiai készítményből. Hamis gyógyszer, amit most a Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézetben vizsgálnak. Legalább ennyire veszélyesek az interneten vásárolt készítmények. Ezeket legtöbbször illegálisan árulják ellenőrizhetetlen portálokon. Itt jellemzően vígköteles, ami egyébként nem engedélyezett Magyarországon, termékeket lehet rendelni, és jellemzően még alacsonyabb áron is kínálják. Ez fel kell, hogy keltse az emberben a figyelmet, és fel kell, hogy keltse azt az óvatosságot, hogy ilyen terméket nem rendelünk, mert nagyon komoly, kiszámíthatatlan egészségügyi kockázatot jelent a fogyasztó számára. Ez az úgynevezett dézsmazár, ami azt biztosítja, hogy a gyógyszereket nem lehet sértetlenül felbontani. Nem ez az egyetlen biztonsági intézkedés. Ez az úgynevezett kétdimenziós kód is védi a gyógyszereket, és persze a fogyasztókat. Ez a garancia arra, hogy a készítmény eredeti. Hasonlít a QR kódhoz, de mégis kicsit tartalmában különbözik attól, amit a gyógyszertárban a gyógyszer beérkezésekor, illetve a gyógyszer kiadásakor is leolvasunk. Ez a kód tartalmaz minden gyógyszerre vonatkozó információt, gyártási számot, lejáratot. Egyebek mellett ez a kód is szerepel abban a gyógyszerbiztonsági rendszerben, amelyet alig egy éve vezettek be Magyarországon. Heti több millió ellenőrzés történik. Vizsgálják a gyártókat és a gyógyszerek útját is, amíg a készítmények eljutnak a fogyasztókhoz. Az OGI főigazgatója azt mondja, a rendszer bevezetése óta jóval biztonságosabb lett a gyógyszerellátás. Szerencsére Magyarországon a legális ellátási láncban hamis gyógyszer még nem került be. Ez azt jelenti, hogy ha valaki bemegyünk a patikába, akkor biztosak lehetünk abban, hogy amit ott kapunk, az az, amiért bementünk. Mégis fel kell készülnünk a későbbiekben, hogy bármi történhet. Európai Unióban is ez egy követelmény volt, és ezért jó az, hogyha mi ehhez csatlakozunk. Az adatbázis bevezetése óta hazánk a legjobban teljesítők között van az Európai Unióban. Az elmúlt egy évben több mint 300 doboz gyógyszeradatát rögzítették már a rendszerben.
Buszos és kamionos razzia indul az utakon. A héten kiemelten ellenőrzik a járművek műszaki állapotát, súlyát, és azt is, hogy a sofőr betartja-e a kötelező pihenőidőket. Az akció az egész unióra kiterjed, célja pedig a balesetmegelőzés. A korábbi ellenőrzések ugyanis azt mutatják, hogy minden tizedik nehéz gépjármű problémás az utakon. Teljesen szétégett ez a személyautókat szállító teherautó reggel az M86-os autóúton. 6 kocsi és a kamion teljesen megsemmisült, de senki nem sérült meg. A tűz a tréler kereke miatt történt. Szakértők szerint az okozhatta a problémát, hogy a sofőr defektet kapott, majd a nagy szélben a csikorgástól, a szikráktól egyértelműen lángra kapott az egész. Keréknyomást, világítást, vagy éppen az ablaktörlőt is ellenőrzik a napokban a hatóságok az ország útjain. Gyakran okoz balesetet a rakomány súlya, vagy a nem megfelelő műszaki állapot. Ez a baleset néhány napja történt az M1-es autópályán. A mostani kiemelt ellenőrzés elsősorban a teherautó és buszsofőröket érinti. A kettől csütörtökig tartó razzia 14 országra kiterjed. Az elmúlt években többször is csatlakoztunk a nemzetközi akcióhoz, amiben több ezer buszt és teherautót ellenőriztek a hatóságok. Idén ez az első háromnapos akció. Több mint 5500 teherautót és mintegy 2300 buszt vizsgáltak meg a munkatársaink. Sajnos a tavalyi év statisztikái azt mutatják, hogy minden tizedik jármű problémásnak bizonyult. Az ellenőrzések tehát egyáltalán nem feleslegesek, égető szükség van rájuk annak érdekében, hogy biztonságosan közlekedhessünk a magyar utakon. A háromnapos akción túl a rendőrség egy hosszabb, egy hétig tartó razziával csatlakozik az ellenőrzéshez. Vizsgálják a sofőrökre vonatkozó pihenőidőt, vagyis azt, hogy a sofőrök milyen időközönként tartanak pihenőt, mit szállítanak, és hogy rendben vannak-e a szállítási engedélyek. A héten a magyar rendőrség egy európai szintű közlekedésrendészeti akcióhoz csatlakozik. Ennek alkalmával elsősorban a nehéz tehergépjárműveket, valamint a buszokat ellenőrzik kollégáim. Vizsgáljuk az utazás, illetve a pihenőidővel kapcsolatos, valamint a botatmánnyal kapcsolatos szabályok megtartását. Magyarország évente több hasonló ellenőrzésben vesz részt. Tavaly 7 akcióban mintegy 8000 személy és áruszállító járművet vizsgáltak meg. 3 éves tató született a Szegedi Vadasparkban. Matteót gondozója neveli, mert édesanyja nem akart eltetni. A 3 éves tatók tudnak a legzártabban összegömbölyödni veszély esetén, egy résnyi helyet sem hagyva a ragadozóknak. Szegeden másodszorra született már kis tató. Matteót hamarosan a látogatók is megismerhetik. Eszik, iszik, alszik, tehát nagyjából ebből állnak a napjai. Nem túl bonyolult állat a tató. Már emlős, egy olyan nagyon ősi emlősrendbe tartozik a vendégízletesek közé, amely nagyon sok érdekesség fűződik hozzájuk, különleges állatok, hangyász, lajhár, illetve a tatók tartoznak ide, de egyik se az intelligenciáról híres, hanem inkább különböző védekezés, illetve módjukról, illetve különböző viselkedéseikről. A tatók úgy védekeznek, hogy páncélt növesztettek a törzsfejlődés során.